Nap mint nap látni kóborló kutyákat Magyar Kanizsa utcáin. Az ünnepi időszakban sok házi kedvenc szökött meg ilyettében, de sok esetben a gazdik hozzáállása is számít. A magyar kanizsai Apró István évek óta tenyészt és nevel kutyákat. Szerinte az egyik legfontosabb dolog az ivartalanítás. Kondját kell viselni neki, és úgy kell tartani, ahogy kell a kutyát, mert én mindig azt mondom, egy állatnak is, mind állatnak van lelke, kutyának meg főleg, ugye? Hetente fogják be Magyar Kanizsa község területén a kóborkutyákat. Az állatokat a kommunális közvállalat ideiglenes telephelyére viszik. Jelenleg 18 kutya vár gazdára. A kutyákkal hétvégenként a helyi Mancs Állatvédő Egyesület aktivistái foglalkoznak. Feltakarítjuk először a boxot, utána kivisszük őket a telep körül sétáltatni, fésüljük a bundáit, tanítjuk gyakorlatokra, és így nagyjából ennyi. Mennyire nehéz ezeket a kutyusokat megtanítani bármire is? Hát ez általában állatfüggő. Van, amelyik nagyon gyorsan tanul, és valamelyik nehezebben. De attól függ, hogy idős vagy fiatalabb. Bálint Anasztázia hozzátette, az örökbefogadás manapság háttérbe szorult. Kevesen döntenek amellett, hogy menhelyről vigyenek haza állatot.